Jó reggelt! Jó reggelt! Mindenkinek! Nem szégy, ez most nem kell ide. Próbálkozzunk egy kicsit tovább a messzmerrel, Lobinnal. Na, farmoltam egy rakás mindent, ami kell, úgyhogy most ott tartunk, hogy van 600 Bloodbonerom, de nem csak az van, hanem van mellé még majdnem 200 Blood Rose-om is, tehát még 2000-re tudok magamnak kraftolni. Aztán hát igazából nagyjából ennyi. Szia Dani! És akkor itt van még ez a rotos nyílvessző, ebből csináltam 300-at, vagyis hát most már majdnem 400-at. Egyelőre nem találtam, majd nem akartam az egész játékot beszaladni a lepkékért. Sajnos a lepkék nem jönnek vissza, úgyhogy csak a Lake of Rot-ba lévő baziliszkok tudják dobni, én azt meg nem akarom farmolni, mert nagyon rossz a drop rétje. Úgyhogy maradunk a véreztető nyílvesszőknél. Megpróbáljuk. Tegnap egész jó volt az utolsó próbálkozásunk a Messmer ellen, úgyhogy maradjon ez a build, meg ez a setup. Állok. Hát nem a legjobban, de... De azért próbálkozunk. Úgy jogos. Szia, szaldap! Valahogy manát innom. Ó, és ebbe belehalok szerintem. Nem? Még kibírom? Hú, de jó a fire resistem.
Hallod, az összeset beszoptam. Francba, pedig milyen jól lement az első fázis. De pedig azt az utolsó lövést én már nem akartam kilőni, már rég elengedtem a gombját. Hát ez mitől lefizet? Mi ez a víz? A ikaradiától. Cső. Na hát akkor újra. Túl sok mindent beszéltünk a második fázisba sajnos, és hamar elfogyott a heal. Csedd meg, hogy nem ittad meg. Mindig ilyen kevés élettel csinálom ezt. Túléltem? Nem. Aha. Bár annak nem örülök, hogy felborítottál. Ennek se. Még nem akarom elszólni, mert... Nézd meg! Nézd meg! Azért mondom... Nem. Még messze vagyunk a győzelemtől sajnos, amikor ennyi élet van. És elég egy ilyen kombó, hogy mindent is beszopjak, és akkor vége van. De látom a fényt az alagút végén, ez a fontos. És biztosan nem fog olyan sokáig tartani, mint a malac. Elszóltad magad.
Kell Discord? Nem. Nem kell neked a Discord. Neked aztán egyáltalán nem kell a Discord szerverem, Naika. Nem gyerekeknek való. Azért olyan dolgokról beszélgetünk ott, meg olyanokat posztolunk, ami nagyon nem gyerek. Némelyik felnőttnek se való. Aj, hagyjad már, hülye! Késleltetett szarokat. Menjél már PS2-be. PS2! Na! Hogy? Balfasz. Ezt meg is érdemlem. Nem baj, de baj. Köszi a követést! Majd megnézem, ki voltál. Miért lőttél még egyet? Az isteni. Shadorn 2K. Kösz szépen a követőt. Jó reggelt, szia Foltos! Imádom, hogy így néha így nem engedi el a nyilvesszőt, vagy az íjat, hanem így plusz egyet kilő. Aztán ez a halálomat okozza. Szia Mark! Nem tudom, hogy nem kapott el amúgy. Pedig elég szar volt az időzítésem. Az a helyzet. Hallod? Négyszer mellé lőtt. Négyszer. Test közelből. És nem mozgott a célpont. Az mi?
Jaj, kancsal fasz ez a lobin! Öljél meg! Hát ezt így nem lehet. Ezek egy helybe állom ez, mert érted? Én meg így lövöldözök, és így elmegy mellette mind a négy lövés. Normális? Nem normális. Várató volt. Pont az ugrás, nem kerülöm ki. Na ez a kombó, amit nem tudok kikerülni sose. Már nem az egészet, csak az első kettőt, amikor a tűz az így kijön belőle mindenfelé. De már most rossz amúgy. Három izé Estus elhasználva úgy, hogy még csak itt tartunk. Nem játszik. Őt meg lehet mérgezni amúgy? Én azt gondolnám, hogy nem, de... egy próbát megér. Mi lenne, ha megpróbálnánk bemérgezni? Mert hát végül is... oké, hogy kígyó, de ő nem mérgez. A rotot nem akarom pazarolni. Ebből tudok venni akármennyit, de a rotosi nyilvesszőből nem. Csak a sima izét akarom megnézni. A sima Poison Arrow-t. Megmérgezte! Akkor ez lesz. Poison Bleed. Most jöhet a Bleed. A rot az nekem az véges. Nekem a rot az egy véges erőforrás. Úgyhogy lehet, hogy menne, de nem akarom elpazarolni. Ó, lejött róla a poison, ugye visszarakjuk. Poisonos nyílból akármennyit tudok venni. Az nem para. Nem jó francba, de rajta van a poison legalább.
Hallod? Nem baj, sok HP-n van. Kibírom lazán. De ezzel hogy kaptál? Már ott sem voltam a izék alatt, a lányzsák alatt. Faszom. Megint kurva szarul állunk, az a helyzet. Aha. Nem láttam, hogy ez a hármas kombó lesz. Őt kedvelem? Amúgy igen, szerintem egy tök jó boss. Csak rendesen elrontottam itt a végére. Pedig ez... Ez lesz a jó taktik szerintem. Nagyon, megint túl sok mindent benyaltam. Ez volt a para. De a bleedes meg a poisonos erókhoz csak szólt kell farmolnom. Ja, várjál, először poison-t akarok rakni le. Hányat kell lőni belét, hogy poison-es legyen? Hát, most már megvan. Hármat megint. Béna! Mi a faszom? Megy a háttérbe, geci! Miért indultál el? Ki a faszom mondta, hogy indulj el? Hallod? Senki nem mondott semmit? Mi a kurva anyád? Idióta fasz telefon! Mondom, valami megy a háttérbe, mintha hallanám a fülesembe. Ti meg nem szóltok, hogy te figyelj, ki az Isten pofázik itt melletted? Ez. Mondom, valamit mintha hallanék. Ugye a nagy részét lefogja a füles. Hát de ki volt kapcsolva a képernyő, le volt zárva a telefon. Faszén indult ezzel. Megint a Forrest asszonyja. Jó, hagyjuk is, hülye. Erotikai hangok. Következő játék mi lesz? Eldarin. Még nagyon sokáig ezzel fogunk játszani. Összes karakterrel végig viszont, amin van. Hát ez mi volt? Pillanat.
reggeli közben hallgattam podcastot, aztán... aztán így megállítottam, mikor elindítottam a streamet. Kéne még egy jó 10 szintet raknom Mindra amúgy. Ne fogyjak ki ilyen hamar a manából. De fogalmam sincs, messze van az még. Mindegy, hagyjuk is, megint túl sok HP-t buktam el. Az Eldering, azután is Eldering, csak másik karakterrel. Végül is. Nem tudom, mit játszok az Eldering után, nagyon, nagyon sokára lesz az még, mire én az összes karakteremmel kiviszem a DLC-t. Na, köpcsoljába, te meg a kezd meleg lenni. Van pár mod is, bár az még, azok még váratnak magukra. Wukong? Lehet, hogy addigra Wukong lesz, igen. A Morbidnak a második részét is meg kéne nézni. Szia, Ricsi! De azért végig csinálhatná a kombóját. Attól én, hogy messze vagyok. Na, menjen már föl rád a poison! Hogy, legalább megissza. Annyira gáz, hogy nem látom a fia tűztől, hogy mit csinál. Kiteszi maga elé ezt a követő tűzgolyót, és akkor így... nézd meg, lejött róla már poison is. Milyen hamar? És nem akar, de van rajta volt. Ölje meg! Azzal kezdtem, hogy azt rárakom. Már nem is kapott, de hogy nem. Csak hamar lejött róla. Direkt néztem, hogy addig nem indítom el a bleedezést, amíg a poison nincs rajta. Na, most megpróbálom rárakni akkor még egyszer. Van rajta. De rosszkor ment ez a dodge, béna. Thank you.
Mesmer és az ő végtelen kombói. Geci, hallod? Amúgy te miért is nem mentél még át Phase 2-be? Csak kérdezem. Úgy ártatlan kérdéseket intézek a feléd. Menj már Phase 2-be, cseszd meg, na! Hallod, már rég kim volt a tűznek a hatóköréből. Itt meg ezt a szart. Véged! Hú! Hát ez elég közel volt itt a végére. Szíjon le! Hú! Húzus 200. Pedig benne volt a pakliba, hogy meghalok úgy, hogy nincs élete. Jól van, mehetünk Rominához. Nagy potos rend még nem láttál. Majd ki akarom próbálni a martial arts-os buildet. Lehet, hogy most kellene manát rakni magamra, hogy ne fogjon el olyan hamar. Azaz, 20 000. Na várjál. Icipici szolkálmény, hogy ezt megesszük. Ennyi kell, ugye? Hallod, hogy 200 hiányzik. Na hát ez egy fél óra kellett igazából. Még bónuszba. Szerintem az egyáltalán nem olyan veszélyes, mint a hülye malac volt tegnap este. Fúj! Fúj, malac! Oly valád. Na.
Akkor itt van Romina. Jaj, Romina. Radára kíváncsi leszel? Hát, itt is az, itt is, ott is azt fogom csinálni, amit itt szerintem. Poison, meg Bleed, esetleg Rot. Mert azt hiszem Radánra fölmegy a Rot. Meg hát, tudod, ezt már tudjuk, hogy Radánra fölmegy a Rot. Ezt így lore alapján is tudjuk. Viszont a Fire Defense az nekem most nem kell. Úgyhogy jöhet ez. És... kicsit visszaülök, mert... jobb lesz. Azt tudom, hogy ez is bleed-el, azt nem tudom, hogy mérgeződik-e. De megnézzük, hogy be tudjuk-e mérgezni. Hát ez kicsoda. Itt van Dry Lip Dane. Ne lőjél, most nem azt akarok. Hát... mi ennek van grab a takja? Kemény! Jól belém oltottad a Scarlet Rotot. Micsoda kombó volt, öcsém! Kemény arc vagy. Van egy gyanúm, hogy aki rottal operál, az nem nagyon lesz érzékeny a poisonre, de egy próbát megér. De miért? Miért erőlteted a grab attackjaidat? Jó, mindegy. Hát ha ennyi alatt nem mérgeződött meg, akkor ezt után se fog. Ha valakiről egy életet leveszel a poison támadásokkal, és nem megy rá fel a poison, akkor mindegy. Marad a bleed. Tudunk egyébként valami elementális gyengeségről itt Rominának? Romina. Saint of the Bud. Fire. Bleed. Akkor ezeket fogjuk használni. Ide betesszük a Fire Arrow-t, aztán hadszoljon. Ez egy jó boss fight, én szeressem a Rominát, én ezt mindig elmondom, hogy ez egy tök jó harc. Mesmer is jó, ez is jó. Tűz! Fire! De baszod! Hát csináld már a rohadt skilledet! Nézd meg! Mondjuk őt nehéz lesz eltalálni. Azt figyeltem most meg. Annyit mozog. De a bleed most bement. Igen, mert nem basszat el a képernyőt minden szarral. Egész jó movesetje is amúgy. Legalábbis én szeressem. Ó, de rosszkor váltasz fázis az anyádat!
Meg látszik, hogy mit csinál. Az benne a legjobb. Egy csomószor a izékben nem látszik, hogy mit csinál. Az a baj, hogy szerintem ezt most abba kéne hagyni. Mármint, hogy ezt a try-t. Jó lesz ez, csak bleederókkal fogunk operálni. De kurva jól bírjuk a sérülést amúgy. Csak már túl sok italt megittunk, és rajtunk van ez a lófaszrot. Be kell tennem a rotos bogyeszkát. Ezért gyors használatra. Felkelnék. Nem tudom mi vajod van, de ne csináld inkább. Amúgy tiszta szégyentes közelből mellé lőni. Oké, majdnem bejött a rot. Itt már nem csak majdnem jött be a rot. Nem baj, most... Van annyi életem, életitalom, hogy talán ezt még kibírhatom. Megvan. Na, játszottatok? Tök jó. Az jó, hogyha játszottatok. Szerzek még manát. Szerintem. Úgyhogy igen, lehet, hogy ez a legkönnyebb boss a remembrance-esek közül. De én azt mondom, hogy... Hogy én azért szeretem, mert tökre jól láthatóak a mozdulatai.
És nem az van, hogy atomrobbanás mindenhol, és azt se látod, hogy mi történik, aztán egy érzésre menjen a dodge. Azt így nem csipázom. Kell még 50 000 kb szintlépéshez. Hát annyiben már meg lesz. Milyen jó lenne, hogyha ez a Golden Scarab ez akkor is arra is adna bónusz, hogyha a rúnákat törsz, nem csak a mértenére. Ja, lépjek már szintet. Jó, hát akkor most egy darabig megint nem lesz bosszozás, hanem ugye rohangálunk és felszedjük az összes megmaradt mi a fenét? Blessinget, hogy 20-as legyen. Ezt meg egyelőre visszatesszük ide. Azzal. És visszavettük a sima nyilainkat. Burn the ceiling tree. Elégetjük a fátot. Talizmán nem jó. Kalandozásra jó, ezért nem jó. Boss harc ellen nem jó. Mert sokkal gyorsabban és többet tudok sebezni ezzel a gyors lövöldözéssel. Habár mondjuk lehet, hogy ha így rá... Az a baj, hogy olyan gyors mindenki, hogy általában nem állnak meg, csak úgy sétik élni, hogy én majd még célkereszt előjem. Mert amúgy 12% extra sebzést ad. Szóval... Rossznak, nem rossz. Normális vagy te meg? Hagyjál már. Szóval a base game-ben jól működhet, meg kalandozáskor jól működhet. Akkor igen. Kalandozáskor is, ha az ember kalandozik éppen, és nem bosztol, akkor a pulibóval még jobban meg lehet ezt oldani. Az egy helyben álló ellenségek ellen leginkább. Mert akkor lehet nyilakat spórolni. Már nem is erre kell menni. Én nagyon sajnálom amúgy, hogy ilyen nagyon raki az IS. Tehát annyi minden ilyen buff, meg egyéb dolog van rajtam. Na várjál. Itt jöttem be. És... De ez... Na várjál. Hát biztos, hogy nem azzal a lifttel kell lefelé mennem, hogy ezt lefelé visz. Én azt sajnálom, sajnálom is, meg nem is értem, hogy vajon miért gondolta úgy a fejlesztő csapat, hogy nem csinál, nem ad olyan íjat, ami jobb, mint a D. Ja igen, most itt van a oroszlán mögötti rész. Tehát miért a legjobb íj D per D? A gradebook között van C per D. És az is strength, nem dex. Tehát, hogy...
Az összes Souls játékban volt legalább egy olyan íj, ami minimum B-s volt, de volt S-es is. És ezt így... Why? Miért nincs egy olyan íj, amivel értelmes buildet lehet csinálni? Miért pont az... Inkább nem jó, nem, rosszul kérdezem. Miért pont az Elden Ringben nincs ilyen? Ami 500 csiliárd fegyverre rendelkezik, kurva nagy open world világ. Még a Demon Souls-ba is tudták craftolni magadnak egy izét, egy spider boot, ami S-sel skálázott, ha plusz 5-ig fölvitted. Nonsense, hogy tényleg ebben a játékban ez az egyetlen olyan fegyverosztály, ami ennyire szar. Oké, a crossbow-knak skálázódásuk sincsen, de annak a damage-e is nagyobb. Meg kár, hogy kimaradt az affinitik közül az, ami... De ez totál hihető egyébként! Mi a kurva anyádat csinálja ezzel? Tehát egyszer csak úgy gondolja, hogy az dead. És akkor egy dodge nincs, iframe kit érdekel. Akkor egy bullshit ez is. Néha ki tudom kerülni, mert néha nem alám nyomja az egészet, hanem néha egy elém vagy mellém, és akkor lehet flalomozni, vagy nem tudom. De akkora hulladékfos ez az area, legalábbis az enemik rajta. A terület tök jó, mert jól néz ki meg minden. Amúgy igen, legalább a DLC-be rakhattak volna egy másik íjat. Lehet, hogy be kéne raknom azért a holy ellenes resistance cuccomat. Nézd meg, keci! Utolér az enemy is. Nem tudok kilépni se. A nyakon basznak hátulról. Utolér az ellenség, mert egyfolytában meg kell állnom a hülye holy szarok miatt. Hát mindjárt berakom Marikának a haját. Meg megiszom a izét. Amúgy nevetséges. Ez ugyanolyan foskupac, mint a Dark Souls 3 Ring City DLC-ben voltak az angyalok első körben. Még a nerf előtt. Olyan sebességgel, meg sűrűséggel lőtték a fénysugarakat, hogy nem tudtál se elfutni előle, se kidodzsolni rendeset. Egy no hitbe, vagy no damage-be nem tudtál keresztül menni a területen. Tök mindegy, hogy csináltad. Mert be voltak krekkelődve. Beszívták a krekket. A lightning ellen nem véd. Ez a szar. Na, hát mindjárt kevesebbet sebez ez a foskupac. Zalom, baby, zalom! Ez az, vedd fel a semmit. Jó lesz. Már megölhetsz, nem izgat. Ha, és be se jössz. Még jobb. Na, viszont ezzel az egy darabban már föl tudunk menni 19-re.
Már nem jelölgetem a maradékot, mert minek? Tudom, hogy hol vannak. Tudjál már felugrani ide? A hülye NPC Invader fight, az mennyire gáz lesz ezzel? Össze-vissza fogják dodzsolni a nyilakat. Nem is tudom, mi lenne rá jó módszer. Az biztos, hogy az NPC-t be kell idézni. Aki ott lesz. Haha! Nem talált? Nem talált, te hője? Hője vagy? Megnyomtam, haha! Most már akár meg is ölhet. Senkit nem érdekel, de azt fölvenném, mielőtt meghalok. Jó, van még kettő. Illetve... Nincs kettő, már csak egy van. A leugrálós úton. Szerintem még gyorsan megölünk majd mondjuk egy oroszlánt, és akkor azzal befejezem a streamet mára. Nem mára, hanem így meló előttre. Azt innen kell venni. Spiral Rise Bowl. Aha. Na hát, szép volt a tik! Ilyet sem csináltam még. Balfasz. Oda. Jó? Még vitti ez az útvonal. Bom 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 bom. Ami fragment.
további része ennek a pályának nem érdekel, mert is hát itt lent. Egyáltalán. Megvan az utolsó fragment is. Felhúzzuk magunkat 20-asra, aztán megölünk egy Dancing Lion-t mondjuk. Mondjuk fölö. Mondjuk ide is jövök a... Nincs meg a stage front? Na, akkor azt még meg kell szaladni. Hogy az meglegyen. Na, hát ennél erősebbek már nem leszünk. Illetve leszünk, mert strength-re meg dexter még pakolok. Majd. De úgy igazán 250-esnek kéne lennünk ezzel a karakterrel. 80-80 strength dexen. Úgyhogy még több mint 60 szintet föl kellene húzni rajta. De hát a francsra fogjuk kifarmolni. De én már jártam erre, nem? Mármint, hogy ez a... Ez a grész is megvan nekem. Meg kell, hogy legyen nekem. Itt van-e? Rec. Miért nem ide jöttem? Nem mindegy. Nem tartom elképzelhetetlennek egyébként, hogy behívok egy mimiket majd ide meg oda amoda, majd meglátjuk, hogy megy. Először nyilván anélkül fogok próbálkozni, de hogyha nagyon gyász, akkor egy radán lehet, hogy kapni fog egy spiritet. Aki ugyanilyen lobin lesz, mint én. És majd lődöz. Na, a Curse Blade. Hatot lőttem mellé. Vicci. Ez mi a tetű már? Hagyjál már sarokba létezni! Oké, megjöttek a többi haverok is. Olyan jó lenne, el tudnám... És beáll elé, hallod? Szép volt. Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha ledobál engem a izébe a szakadékba. Egy... Diagász. Jó, mi van nekem a izébe amúgy a fizikbe? Remélem nem a fire damage. Dehogy nem. Transznak van az nekem. Stamina regen. Kérdezés lesz.
No. Úgy látom, hogy fogyóban vannak a blédes nyilak. Gyorsan kraftoltam még 600-ot. Na, és ki azt az ajtót már? Aha, előnevedd a skilledet, még a végén előveszed. Bírom a sérülést. Ő viszont kevésbé bírja jól a blédet. Még lehet, hogy Rallanára is marad időnk. Nem is tudom, miért volt benne a Holy Resist. Mindegy. Nem volt benne a damage cucc. Level up-olni ebből nem tudunk. Minden esetre ez meghal. És akkor itt van a Castle Ancis checkpoint. Még gyorsan átszabadok. Az mi? Ja, a Leda üzenete. De kurva idegesítőek a kutyák! Dögölj meg! Két nap? Igen, így van, már csak egyet kell aludni. Azt megyek a bandáért holnap. Holnap este hozom ide haza. És... péntek reggel indulunk. Menj már innen, hülye mókus! Hát... összetrolkodik. Miért ilyen mókus? nem tudtam odébb menni tőle, majd tovább menni. Itt van az az NPC, akit nem ölök meg szerintem. Legalább, leginkább így nem tudom, kapja be vagy valami. Rossz irányba jövök? Rossz irányba jöttem. Jó, hagyjál békén? Az szép volt amúgy. Fordultam be a kelleténél. Szerencsére ezt a hülyét nem kell megölni. Milyen sokáig futkos utánam amúgy? Azt hittem hallod, hogy átmegy a testemen és beáll elém. Ez a szokása a FromSoft játékokban ezt csinálni a moboknak, hogy mivel ugye iframe-en van, ezért nincs ott ilyenkor a karaktermodell,
és fogja magát, és keresztül sétál a testemen, amíg ajtót nyitok, az egyik, de csak az egyik, és így közre fognak előről, hátulról, és ugye annyira résnyire nyitja csak ki az ajtót, hogy nem tudsz mit csinálni. Ó, hát azt nekem is dobálja folyton. Bár nekem azt írogatja, hogy az én gépem az nem jogosult, úgyhogy... Zsia! Ez a hülye leesett. Teljesen jó, teljesen jó. Na! Rellana! Gyere, lelüllek! Le leszel üve. Vagy legalábbis megpróbáljuk. Ugyanúgy briddel. De ha már briddel, akkor white maskkal. Gondolkozom rajta, hogy levegyem el az egyik izét. Nem, nem. A páncélok maradnak. Annyit nem ad damage-be, hogy megérje levenni az armort. Ne beléd! Na. Meow 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 kell egy mana. Kell egy élet. Nyó. Mit összed dodzsolgat? Amúgy. Azaz. Ez meg elment mellettem. Még mindig nagyon jól bírom a sebzést amúgy. Hopp! Na jó, ez elkapott. Nyem. 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 Na-na. Na-na. Hopp. Hopp. Ez az, ezt csináljad, mert most meg tudlak lődőzni egy kicsit. Nem jó. Gyógyulj-e. Puff. Hopp. Maxos persze. Persze, hogy maxos. Mindig úgy megyek. Hát ez a boss nehéz, hogyha blessing nélkül jössz ide. Mindig úgy megyek, hogy arra megyek, amerre ki tudom maxolni. Tehát ezért csinálom azt, hogy először felszedek mindent, amit bosszölés nélkül lehet, az 14. Utána megölöm az Ancient Dragon ment, akkor kapok még 2 fragmentet, akkor föl tudok menni 15-re. Utána megölöm a vízilovat, abból is kapok még 2-t. Aztán lemegyek a Shadow, vagy a Abyss részre, a Abyssal Woods-ra, ott le kell ölni, hogy előtte azt a sámánt, aki írészget, az Elder Inquisitort, aki a lófasz a neve. Akkor is kapok 3-at, ott még egy szintet lehet lépni, aztán megölöm a malacot. A malac után van még 5 fragment, és ott föl tudok menni 18-ig. Malac után Mesmer Romina kombó, hogy be tudjak jönni a utolsó területre, ahol a 4 darab még van az Enirilimbe, és akkor úgy van meg a 20. És miután megvan a 20, utána megölök mindenki mást. 10-es blessing. 10-es blessing is jó, főleg úgy, hogyha már patch után jössz ide, mert akkor még többet ér az a 10-es blessing, mint a eredeti állapotában. Meg attól is függem nagyon, hogy milyen... attól is függ nagyon, hogy milyen build-el jössz. A közelharci build-el jössz, sokkal jobban build. Én a mágussal idejöttem, és
az a csapás, ami üt egy ilyen nagyot, meg utána fordul egyet a nagy varázskarddal, az engem konkrétan mansotolt. Így full életről. Meg ez a holdazós támadása is. Konkrét mansot. Tehát, hogy nem mindegy, hogy mennyire bírod az ütést. Mert hogyha bírod az ütést, viszonylag jól, mint mondjuk Lobin, mert Lobin föl van fértezve heavy armorral, meg védekező talizmánnal is, meg 15%-os védelem van a fizikben is benne. Úgy azért lehet. Úgy azért lehet, ha jól bírod az ütéseket. De hogyha 2-3 ütésből megdög lesz, úgy azért nehéz tud lenni egy ilyen végtelen kombós boss. Na, én nekem most mennem kell. Szerintem tök jól haladtunk így most ebben a streamben. Este még játszok. Szerintem lesz megint egy ilyen 5 órás stream kb. És megpróbáljuk megölni a maradék bosszokat, akik nem maradán. Tehát, hogy ilyen Midra, meg... Most ott ki van még, ami erre nem rendszer. Midrát meg kell ölni először, az biztos. Mikor? 6 óra felé talán? 6-7 óra? Majd meglátom, hogy hogyan tudok ráérni. De Midrával kezdjük szerintem. Ja, Bale! Bale-t is meg kell ölni. Sárkányos boss fight. Az is biztos jó lesz. Jó? Na, csöcsö! Köszönjük, hogy itt voltatok ma reggel. Sziasztok!